Veterán siker labdázók kerültek ki, talán a szövetség kapitány új válogatott keretével, és ebből sértődés is volt, ráadásul azóta sérülések miatt is változott a Debreceni Provident kupára készülő csapat, az argentinok és a fehér oroszok ellen készülve majd egy nagyobb lecke előtt. Vassándor korábbi kapitánya, beszélgetünk itt az aktualitásokról, jó reggelt kívánok, szervusz! Jó De először a, egy kicsit a lányokról is, mert ugye a női meg a férfi válogatott is komoly feladatok előtt van, és hát ez azt gondolom, hogy hosszú távon is meghatározhatja a VB meg az LB szereplés a magyar kézilabda sorsát vagy állapotát. A nőknél jobb a helyzet? Hát én azt hiszem, hogy, hogy lényegesen jobb, mert, mert azok a magyar játékosok, akik állandóan játszanak, mindig szerepet kapnak a csapatokba. Tehát ennyiben jobb a helyzet. Tehát, hogy ott játszó játékosok igen, vannak, így van. és nem Tehát a jók azok padom. játszanak is. Na most Görbi szerint a visszatérés és formában lendülése, én gondolom, erős is meg vagy Száfai kulcskérdés lesz. Igen, ez biztos. Tehát a, a Zanitának olyan képességei vannak, amit, amit se előtte, se utána nem birtokolt egyetlen játékos. Na most itt magyar szövetségi kapitány van, és úgy tűnik, hogy német András egy ideje kinevezése óta megpróbál következetesen fiatal játékosokat is keresgélni, valamilyen csapatépítésbe kezdett. Te hogyan látod ezt kívül, mennyire szimpatikus az a koncepció elképzelés, amit ő megpróbál megvalósítani? Ez okvetlenül, okvetlenül, jó, mert a magyar válogatottaknak az volt a legnagyobb hibája az elmúlt időszakban, hogy azt elfelejtették, hogy fiatal játékosok is vannak. Tehát ez egy ilyen, volt egy keret, aki ha sérült volt akkor is, ha nem volt sérült akkor is, benne volt a válogatottban és forszírozták, hogy játszom. Tehát a fiatalok nem kapták meg a lehetőséget. Na most, ezzel már azt hiszem, hogy átvezettél minket arra, ami most Dusebajev kapitány férfi keret hirdetésénél is történt. Veretes nagy nevek maradtak ki, láthatóan a kísérletezés vagy a fiatalitás jegyében. Akkor azt lehet mondani, hogy itt is bátran valami hasonlóba kezdett Dusevayev? Hát nézd, a Dusevayev első fellépése óta ezen a vonalon van. Uh -huh. Tehát ez, ez nem... Ugye már korábban is próbálgatott. Hát ez fiataloban. így van, tehát uh -huh. amikor én az első válogatott mérkőzést játszottam, láttam a portugálok ellen, hát én négy-öt játékost mond, így mondom, hogy nem láttam még játszani. Uh -huh tehát is ezek egyből válogatottak lettek, és stabilan ott maradtak. Na most az, hogy, hogy a Dusebájának volt egy, hát szerintem egy kis egy szerencsétlen nyilatkozata, de ez nem azt jelenti, hogy egy nagy László az nem lesz válogatott többen. Tehát ez, ez, biztos, hogy nem így van. Tehát ő nem így értette. Az így és hát az, az, az már úgy van a válogatottban, hogy kinn is van, meg benn is van. A lékai, az egy nagyon érdekes kérdés, mert a lékai, az ugyanúgy, mint a császár, sikerült megtalálni azt a klubot, ahol nem játszik. Tehát igen, itt van, Tehát ez, hát van, ez, van ez, ez egy ilyen, sajnos egy ilyen császár lékai együttható. Két nagyon tehetséges játékosról van szó. Ez szóval. így van, de hát azért figyelj, de a, a következő, a pénz és egy neves klub, az még nem minden mert jó, hogy én a Veszprémben meg a PSG-be szeretnék játszani, de hát az, azért van egy másik is, hogy hát abban a csapatban illek, vagy nem illek. Tehát ez nem csak azt jelenti, hogy milyen Tehát az vagyok, mármint hogy játékminőségben, hát hanem azt jelenti, hogy milyen stílusú kézilabdázó hát vagyok, van. és ahhoz a koncepció az a koncepcióhoz én kellek -e. Hát Tehát így, így van, így van. Hát a léka is harmadik irányítanak. Hol kéne kilenni lenni szerinted? Ebb, nézd, egy biztos, hogy egy erős klubnál, ahol ő És akkor sokkal hasznosabb lenne saját az jó volt, amikor a Matics féle volt? Ö, okvető, mert látod, a az, az fiatalokkal dolgozik. Ugyanúgy, mint a Zágrám. Uh -huh. Ezért fiatal játékosok forszírozva vannak és megkapják a lehetőséget. Szerencsétlen volt, hogy ez túl korán kiderült, hogy ő a Veszprémhez fog menni, és attól kezdve mellőző volt a céljébe. Na de ez még nem jelenti azt, hogy neki a Veszprém a, a, a az élete csapata. Tehát ez, ez még ez még egy, Tehát egy ott itt azt mondod, van. hogy itt egy logikus következményét látjuk annak, hogyha egy játékos nem feltétlenül játék lehetőség szerint a legjobb hozzáillő klubot, vagy hozzáillő helyzetű klubot választja, és ez kihatással van a vállalatú hát, szereplésre. Figyelj, de ez az volt, hogy nem vette figyelembe az, hogy van egy, egy spanyol edző, az Orteganak két kedvence volt, a Ruezga meg a Chema Rodríguez, ő volt a harmadik. Most a, az Ortega jó távozott a klubtól, van maradt a másik spanyol, abból ő pedig olyan, hogy a psg egy percet nem játszott, egy percet nem volt a pályán. Nem valószínű most egyre úgy tűnik, hogy ön, meg nem is lehet azt gondolom, hogy látványosan koncepciót vagy szerkezetet váltson a Veszprém. Az biztos, hogy nem. Magyarán mondva nem az valószínű az se, nem. hogy Máténak... Az edző, az edző... Most, megnövekedne most a feladata. Az edzőre most még nagyobb nyomás van, mint előtte az Ortegára. Uh -huh. Tehát ez, ez nem lehet. Harsányi. Véletlenek. Parancsolsz? Harsányi. Harsányi menjünk tovább. Ugye hát menjünk tovább, hát jó szélsők vannak. Hát a Harsanyi az, nagyon tisztelem a, a Geri, de, de, ő már kifelé megy ebből az egész sportból. Tehát ő így kategóriába helyezhetjük a, kora Ez alapján. Így van. Ugye itt azokról a játékosokról beszélünk, hogy annak idején, amikor, Mocsai Lajos volt a elmondta, hogy hát összedrótozva valahogy ez a generáció rángatja a válogatottat, Dusse meg, meg keresi az újakat. Hát meg, meg mindenféle idézőjelben téve, gátlások nélkül, lecseréli az embereket. Uh -huh. e, a, ő a nyelvi nehézséggel magyarázta ezt a szerencsétlen kijelentését, le lehet zárni ezzel az ügyet szerinted? Hát várjál, milyen nyelve mondta? Tehát az a kérdés, hogy milyen nyelv? Uh -huh. Oroszul, uh -huh. spanyolul, üzbék vagy. <laughs> Tehát ez... ez... Vagy nincs tolmán, Jó, sem. szerencsétlen Szerintem kijelentés. De most so, a Sotonyi is tud azért elég jó igen, igen, Na, hát akkor mindegy, egy szerencsétlen kijelentés volt, maradjunk ennyi. Szerencsétlen, mm -hmm. persze. E, a, ugye azt mondta a kapitány, hogy a kereten nem szívesen változtatna, de ez az, amire az előbb utaltál, ez nyilván nem jelenti azt, hogy Nagy László nem fog bekerülni ebbe a kerületbe. Hát, figyelj, de jelen pillanatban nincs jobb átlevő. Ahogy tudom, a, az egy, egy jobb átlevő nincs ott. Egy jobb nincs ott, illetve bocsánat, ott van a Zsolt, de ő, fog, ő nem fog játszani, mert fáj a könyöke. Uh -huh. Ahogy tudom, decemberbe operálják. Az Európa-bajnokságon nem lesz ott. Akkor ki fog játszani a jobb hanem a Nagy László. Uh -huh. Ez megmagyaráztad. Miről van itt szó, egy bátor, meg kemény edzőről, aki hozzányúl bármilyen sztátuszkóhoz, meg szentehenekhez, ha arról van de... szó? Ez, figyelj, de inkább én úgy látom, hogy a tehetséges fiataloknak megadja azt a lehetőséget, amit az elmúlt időben nem kaptak meg. Uh -huh. Tehát én, én, így látom, én nézem az ember egyes mérkőzéseket is, nem tudnék, a, a a kapusát hiányolom a keretben, hogy az miért nincs benne, mert például a Szegedelen kiváló teljesítmény nyújtott. Tehát ez, nem értem, hogy miért a két csurgói kapus van benne, de ez, ez az én, legyen az én problémám. De úgy egyébként azokat a játékosokat látod a keredbe, akiket a bajnoki okay. meccseken érdekesnek okay. és jónak tartasz hey, a fiatalok hey, közül is. Na most, de mekkora itt a mozgástér a merítési lehetőségeket illetve? Hát ez, ez figyelj, de én úgy emlékszem az elmúlt 20 évben, vagy 15-20 évben, hogy mindig az volt a kifogás, hogy vékony égen táncolunk. Tehát ez a, ez a vékony ég, ez tudod, olyan dolog, hogy, hogy én még a pályafutásom alatt megtanultam, hogy hogy kell beépíteni egy fiatal játékos egy csapatba. Tehát nem fogod elhinni, de sancot kell adni neki. Tehát játszatok. Hát már. persze. Van egy ilyen titka igaz? Hát persze, hát nézd meg, hogy, hogy szoros meccseket, hogy kell lejátszani, hogy kell végigjátszani, ezt hol hogy, hogy tanulják meg, ha nem a pályán? Hát a Szeged megverte egy góllal a montpellier nem véletlen? Hát nem, véletlen, mert két rutinos ember elverte őket. Szóval, Na, de így, ezt a magyarok, magyarok fordítva mindig azt mondjuk, hogy az Isten verbünket. Ez ismered ezt a igen, ezért, igen. hogy a magyar válogatott a az is így igen, van. Igen. Pontosan. Uh -huh. Na most uh, egyébként, amit látsz Dusebajevtől, és most nem a játékban, de már abban is, ha kibontakozik, koncepció, stílus, uh, mi itt a leglényegesebb eltérés az előttől, tehát a mocsai mocsaira? Konzekvencia. Konzekvencia. Uh -huh. az nagyon látszik a, az előzőhöz képest, hogy konzekvensen viszi az ő elképzelési dolgait. Hát persze nagy probléma, hogy a kielce az edzője. Na pont ezt akarom kérdezni. Neked akkor ő eddig ő maximálisan bizonyította a magyar kispadon is? Nekem okvetlenül. Mint egy és kemény konok és az elképzeléssel ragaszkodó edzőt. Most akkor innentől kezdve, ez a Kielce, ez egy probléma. De van itt egy másik problémája, nyilván hosszabb távon, vagy középtávon a Veszprémnek elment, elbúcsúztak az edzőjétől. Most van egy megoldás, de nem volna ez logikus. Az ember gondolkodik rajta, hogy megpróbálja a Veszprém kivásárolni ott a kielcéből, ha, nézd, és akkor én, egy csapás csapásra két gond Jó, De hát ezért ez nem úgy vagy, hogy gyere cipoham, meg a értem én. mert a kielce azért, ez azért ugyanolyan célokkal Célokat tűzött maga És elé. Nagyjából költségvetéssel. Nagyjából egyforma mm. költségvetéssel, mint a Veszprém. Tehát azért nem így fogják elengedni, hogy most menj a, nagyon a konkurenciához. Hát ez, ez így van. Hát a, a másik oldalról pedig független szövetségi kapitányként, én nem tudom, hogy a a keresetét azt a Magyar Szövetség nem úgy biztos meg tudná oldani. Én nem úgy. úgy értettem, hanem hogyha a Veszprémiek próbálnák meg a, a klub kispadjára csábítani, és akkor aztán engednék, hogy kapitány is legyen. Hát ez is egy, egy olyan, olyan halva született elképzelés. Azt mondod? Így van, mert szerintem a Veszprémnek, a Veszprémnek nincs olyan edző, nem lesz olyan edzője, aki mellékállásban még válogatott edző is lesz. Neki egy feladata van a, a Veszprém, ott egy csepnyi energiát egy nem csepp, fognak ott kiengedni. semmit nem fognak kiengedni azért, hogy ne bajnokok ligáját nyerjenek. Hát mert egyszerűen az a cél, és hát, csak arra vannak ráfeszülve érthető módon. A válogatott ugye ez a bizonyos Provident kupa, ott folytatja a felkészülést. Fejérország, Argentina, mennyire alkalmasak arra, hogy felmérhessük, hogy hol tart a magyar csapat? Hát így konkrétan megkérdezve, ez szerintem ilyen hát lejátik lehetőség, lehetőség a, uh a fiataloknak, de de olyan nagy lemérés, hogy az Európa-bajnokságon mi lesz, azt nem tudjuk. Hát azt tudjuk, hogy a fehér oroszok kvalifikálták magukat, de az argentinok, hát lehet, hogy jó erőt képviselnek, lehet, hogy ez olyan meglepetés volt mindig a világbajnokságokon is, van, amikor nagyon jó eredményt el, van, amikor pedig mellék szerepet játszik. Te a nőkhöz viszonyítva van, mekkora esélyt adsz a, a férfi válogatottnak egy ilyen konzekvens kapitány a nem túl egyszerű olimpiai szereplés elérésére? Hát nézd, biztos, hogy nagyon nehéz, nehéz helyzete van, de hát ezt a, a, szövetség vezetőjének is tudni kéne, hogy ez a minimális sanszak az elérése, ez, ez, hát nem, és nekem ezért tetszik ez a fiatalítás, tehát hogy generációváltás, hogy adjanak neki 5-4 évet. Ezt akartam kérdezni, hogy ha nem sikerülne, akkor nem tartani nem sikerülne, neki 4 évet, hogy ezt a, a munkáját végigvigye. És utolsó kérdésem, azt mondtad az elején, még voltak olyan fiatalok, amikor ő elkezdett kísérletezni, hogy neked is, is kvázi ismeretlenek Így voltak. Van. Na most közülük ki az, aki leginkább nagy szerep hárulhat szerinted, legnagyobb fejlődés látsz majd ezen az Európa Vajnokságon? Hát okvetlenül a beállos, a, a, Fürednek a beállosa, ott a Bodó a Balátlevő, okvetlenül a kapos, a, aztán Balognak hívják hmm. a tartományok kapust, ezekre nagyon szép feladat hárulhat. Hát meglátjuk, Sanyi, köszönöm szépen, hogy itt Én is köszönöm.